Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Köszöntelek benneteket ezen a felvételen, teli hold június 5-én az indiai asztrológia, az indiai számítás szerint, és ez más, mint a mi asztrológiánkban mi ezt ismerjük, de mint kiegészítés mondanám hozzá, hogy én dolgozom az asztronómusoknak a naptárjával, és ez az indiai számítás precíz, ugyanaz, ahogy az asztronómusok is ezt kiszámolják. Én nem akarok senkit befolyásolni, ti tudtok választani, nagyon sok videó van ezzel kapcsolatban, és sokan a mi asztrológiánkat mutatják, hasonlítsátok ezt össze. Én itt kiraktam a kártyákon a 12 életházat, és ez a teli hold, ez pontosan este 8 óra 12 perckor lesz, és ebben a percben a Szkorpió kell fel a keleti határon, és befolyásolja az első házat. És az mutatja a mi külsőnket, azt is, hogy mások hogy látnak bennünket, vagy a környezetünket. Vele szemben a nyugati határon, ebben a pillanatban, amikor ez a teli hold van, a bika jegye megy lefele, mint egy lenyugvó nap. És a bika jegye nyit itt egy új kaput a hetedik házhoz, és ez a hetedik ház, vagy hetedik életterület mutatja a párkapcsolatot. Pontosan itt található a nap, és a nap közli velünk, mennyire fontos odafigyelni a párkapcsolatra, de a bika jegyére is. Értékes dolgokat, értékes kapcsolatokat vegyünk a birtokunkban. Azon kívül kell, hogy gondoljunk az anyagiakra, ami még a bikánál fontos ezt látni, hogy élvezzük ezt a párkapcsolatot. És ezt a nyugalmas helyzetet. A nappal szemben a Szkorpión jegyében van a hold. Logis, mert egy teli holdnál a nap és a hold mindig szemben áll. A hold mutatja a Szkorpión témát, és az befolyásol bennünket, a mi személyiségünket, vagy ez nekünk, számunkra most nagyon fontos itt a víz elemét átnézni, és a víz eleme szimbolizálja az érzéseket. De itt van ilyen két irány. Az egyiket úgy nevezem, hogy negatív érzések, mint félelmek, és a másikat úgy nevezem, hogy pozitív érzések, mint például a hit, vagy a szeretet, tehát gondoljunk most az érzésekre. A nap és a hold szemben áll, ez olyan, mint egy mérleg, kell, hogy kiegyensúlyozottak legyünk. Mars bolygó a vízöntő jegyében van az indiai számítás szerint, itt a negyedik házban. Ez a negyedik ház vagy életterület mutatja azt, hogy honnan jöttünk, hogy hol vagyunk legyökerezve. Azon kívül az otthonunkat. És mivel Mars itt található, és a Mars jelenti az erőnket, és ez az erő kihat az otthonunkra. De Mars jelenti a férfiakat is. Az is lehet, hogy egy férfi meglátogat benneteket. Merkur bolygó
az ikrek jegyében van a 8-as életházban. Ez a 8-as életház a halált mutatja, meg azt is, hogy vannak ilyen örökösödési ügyek. De nem mindenkinek vannak ilyen ügyei, hanem itt a 8-as életházban vannak más témák is, a testi kapcsolat. Azon kívül itt tanulunk valamit, mindaz, ami számunkra értékes, az kell, hogy birtokba vegyük, ami értéktelen, attól el kell, hogy búcsúzzunk. Jupiter bolygó a bak jegyében van, és visszafele mozog. Jupiter nagyít valamit, de ez a visszafelé mozgás azt jelenti, hogy legyünk visszahúzódóak. Itt a harmadik életházban vannak témák, mint például fernsehen, rádió, internet, az, amit közölnek velünk, amit mi meghallgatunk, vagy amit mi szeretnénk közölni, de legyünk visszahúzódóak, csendesek. Azon kívül ide tartozik még a családi kapcsolat, kapcsolat testvérekkel, vagy iskola, képzés. Azon kívül ez a harmadik életház, ez olyan, mint az élet iskolája, ahol mi tanulunk. Be kell, hogy bizonyítsuk azt, hogy mi győzünk mások felett, mert vannak kihívások. Gyakran a konkurencia vagy a rivalitás. Vénusz bolygó a bika jegyében áll. Itt nagyon jól érzi magát, mert a Vénusz bolygó itt otthon van, és passzol is a hetes életházhoz, mert itt vannak a témák, ami a párkapcsolatra vonatkozik. Szaturnusz bolygó a bak jegyében, a hármas életházban. Szaturnusz bolygó visszafele mozog, ez a múltra utal, vannak emlékek, vagy valaki visszatér a múltból. Szaturnusz bolygó a bak jegyében, a hármas életházban a tudásról van szó, vagy információról. Itt van képzés, vagy jelenti az élet iskoláját. Az indiai asztrológiában csak Szaturnusz bolygóig dolgoznak, de van egy ilyen modern irány, és hozzájön még Uranusz, Neptun és Plutó bolygó. Ezt mutatom nektek. Uranusz bolygó az indiai számítás szerint a bika jegyében van, és kihat a hatos életházra. Ez a hatos életház a munkát jelenti, meg az egészségügyi dolgokat. Az egészségügyi területen Uranusz bolygó uralkodik az idegrendszerünk felett. Uranusz jelent változásokat. Gyakran úgy jön olyan hirtelen, mint egy villám. Neptun bolygó a vízöntő jegyében van, a négyes életházban. Neptun mutatja fantáziát, valamit szépítünk a lakásban, a ház körül. Plutó mutatja nekünk a belső erőnket. Azt is, hogy mennyire fontos, hogy oda nézzünk. Ez a központi téma, a koncentráció. Ez a centrum jelenthet szexuális témákat is, mert az Plutó energia. De itt a hármas életházban, ahol mi az élet iskolájában valamit kell, hogy tanuljunk. És most nagyon érdekes, először mutatnám a hold csomót. A lefele mozgó hold csomót Kétúnak hívjuk, és ez a Kétú itt a nyilas jegyében található októberig. Ezen a
teli holdon mutat nekünk egy témát, mégpedig azt, ami a kettes házhoz tartozik, az anyagiak, az értékek, és a belső érték is. A felfele mozgó holdcsomót Ráhúnak hívjuk, és itt van az ikrek jegyében a 8-as életházban, és itt vannak változások. Gyakran ezek belső változások. Valamit megváltoztatni a gondolatainkban, az érzelmeinkben, a kapcsolatokban, vagy egy helyi változás. Vannak ilyen kis bolygók is, én kitérnék rá, mert ez nagyon érdekes. Először ez Chiron. Chiron az a Szaturnusz bolygó és az Uránusz bolygó között van, egy ilyen kentaur. Chironnak van egy gyógyító hatása, viszont mutatja azt is, hogy hol fáj. Ez a Chiron most itt a Kos jegyében található, a 6-os életházban. A Kos jegye egy új utat, lehetőségeket mutat, és ez a 6-os életház itt az egészségügyi dolgokat is magába foglalja. És itt nagyon jó helyen áll, mert ez mutat gyógyulásokat, valami javul ezen a helyzeten, ha valaki beteg, vagy én úgy mondanám, javulás ebben a koronavírust illető témában is. Demeter egy istennő, a föld istennője, itt a vízöntő jegyében van. Ez is egy ilyen kis bolygó a Mars és Jupiter között. Demeter nem a mi bolygónkat jelenti, hanem az életet a Földön, a növényeket, az állatokat, és bennünket is, olyan, mint egy ilyen anyai szeretet a mi bolygónkon. Itt a vízöntő jegyében, a 4. életházban ad nekünk erőt, mert ez a 4. életház az olyan, mint a bázis az életünkben, és segít nekünk abban a hitben, hogy minden tovább megy, és kihat a mi lakásunkra, vagy a mi házunkra, vagy a mi ház körül történik, erre utal ez a 4. életház. Pallas Athene, egy istennő, a harcokban jelenik meg, de nem arról van szó, hogy ő küzd, hanem érti ezt a stratégiát. Tehát mutatja azt, vagy tanít bennünket, hogyan tudjunk így stratégusan az életben előre menni. Pallas Athene itt a Bak jegyében található a mai naptól, mert tegnap még itt volt a Nyilas jegyében. Héra, vagy Juno, az egyik a görög, a másik a római név, a Zeus istennek a felesége, ő a család, a születés, vagy a házasságnak az istennője, Héra, vagy Juno, itt a mérleg jegyében, a 12-es életházban található. Ez a 12-es életház mutatja a visszahúzódást. Most jó lenne, ha a férfiak csinálnák a dolgokat, és mi, mint feleség, legyünk inkább visszahúzódóak. Vesta, vagy Hestia, az egyik a római, a másik a görög név, ő a tűz istennője, és mutatja a belső tűzet, a szív melegségét, a lelkesedést. Hestia, vagy Vesta, a rák jegyében található, itt a 9-es életházban. Ez a 9-es életház mutat egy nagy utat, vagy egy belső utat. És pontosan jól illik ide ez a Hestia istennő. És most milyen kapcsolatok vannak? Mars bolygó itt található a vízöntő jegyében, a 4. életházban, és összeköttetésben áll a holddal, és összeköttetésben áll a nappal. Ez egy úgynevezett
kvadrát kapcsolat, és ez a kapcsolat kellemetlen. Ezek kihívások, sokan szeretnék ezt a bázist, vagy az otthont megerősíteni, vagy kell ez a biztonság érzete, de mi másképp érezzük magunkat. Sokaknál az az érzés, hogy elveszít valamit, ezt a biztonság érzetét. Ez nem csak így a párkapcsolat területén van így, vagy a munkahelyi területen, hanem a nap az mutatja a politikai helyzetet is. A hetes életházban vannak szerződések, és sokak félnek attól, hogy tovább. Elveszítik a munkahelyet, elveszítik a házat, a vagyoni dolgokat, és ez, ami itt érezhető ennél a kapcsolatnál. Viszont van egy jó kapcsolat is, Merkur és Uránusz bolygó között, ez kihat az eseményekre, ami ezzel a koronavírussal kapcsolatban áll, és itt látható gyógyulás, javulás, és jobban fognak alakulni a dolgok, mint ahogy mi ezt pár héttel ezelőtt így láttuk. Itt javulásról lesz szó. És ez volt ez a telihold felvétel június 5-ére. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!